Megkapta a legtöbb zsetonos lájkért járó támogatást az új Kanizsai Dorottya Kórházért Alapítvány. Az egyik áruházlánc Önválaszt mi segítünk elnevezésű közösségi programján a Kanizsai Kórház pályázata kapta a legtöbb szavazatot a térségben a vásárlóktól. A 400 ezer forintos támogatást a kórházi játszótér befejező munkálataira fordítják. Az intézmény másfél évvel ezelőtt indította el programját, melynek célja, hogy a kisbetegek számára egy minden igényt kielégítő és a fejlesztést is segítő játszóteret hozzanak létre. A játékeszközöket már megvették, a kivitelezési munkálatok pedig a végéhez közelednek. A több mint 10 millió forintos beruházást a Nagykanizsai Önkormányzat, civil szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek is támogatták. A hivatalos átadás várhatóan egy hónapon belül lesz. Úgy tűnik, hogy a cél jó volt. Büszkék vagyunk arra, hogy a Keszthelyi és a Nagykanizsai Tesco-ban leadott 22 ezer szavazatból több mint 17 ezer érkezett a Nagykanizsai Kórház pályázatára. Köszönjük a lakosság segítségét, támogatását. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos támogatás volt. És természetesen köszönjük a Tesco áruházláncnak is a segítséget, mert azt gondoljuk, hogy egy ilyen program nagyon fontos segítség ma Magyarországon civil szervezetek és alapítványok részére. És reméljük, ha lezárul a játszótér projektünk, akkor további lehetőséggel is fogunk élni ezen pályázat keretein belül.